most nagyon jó, mert nagyon sokat sielünk, és tavaly is jó volt, mert akkor is sieltünk, csak akkor kevesebbet. Azért jöttem sítanfolyamra, mert én régebbről sielek, de még jobban akarok megtanulni sielni. A program az lesz, hogy egész nap fogunk sielni. Igen, és tegnap mit csináltál, amit nem szabad? Hát tegnap elmentem gombázni, nem találtam gombát. Mikor mondjuk azt, hogy gombázni megy valaki? Amikor beesik a erdőbe. Nagyon megy nektek, lányok! Azt tudom, hogy Zoe már veterán bordosnak számít. Milyen az évi sítábor? Jó, elég jó. De az időjárás már nem a nőnek kedvező. Hát, az időjárás az nem annyira jó, de hát ez az évi sítábor elég jó, mert jó, új embereket meg lehetett ismerni. Pont ő az új ember? Igen. És ez már örök barátság? Igen. Jó. Nagyon felfestülök. Már most nagyon imádkozok, hogy lássak. Ne legyen nagy törés, hogy ne menjen neki senkire, mert szeretném mindenki testi épségét megőrizni, főleg a sajátom én megint. Igen. Milyen a tapasztalat? Mennyire könnyebben siessz ez éven, mint tavaly? Hát azt hittem, hogy nem fog menni annyira, de minden emlék visszajött, és nagyon jó újra ezen a pályán csúszni. Jössz jövőre is? Ha Erzsi nénék engedik, hogy a reggi diákként jöjjek, akkor igen. Ez éven nagyon örülök annak, hogy nem a kezdőknél vagyok, hanem egyel feljöttem a haladókhoz. A sielés nagyon jó megy, tegnap még csak egyszer estem le, ami nagyon meglepődtem, de egyszer leestem, az nagyon fajt, hát remélem, hogy ma nem fogok leesni. Én úgy emlékszek, hogy tavaly ezen a dombon volt egy nagy esésed. Igen. És ez éven? Hát ez éven nem lesz. Nem lesz? Nem. Na, akkor megnézzük, Patyó. Na, milyen a sielés? Hogy tetszik kezdőként? Remek. Nagyon élvezem. Az elején még nem annyira tudtam, és akkor untam, de most, hogy tudok sielni, most egészen jó. Látom, egy kicsit meggyúlt a bajod a csatolással. Ez mindig így van, vagy már? Nem, most, mert fölsétáltam, és felement húval a bakkancs, de azon kívül könnyen megy. Hányszor esel egy nap? Hát az első körben kétszer, de azután meg nagyon nem esek. Csak hogyha valaki nagyon így előttem feltúrja a havat, és berásom magamat. Na, hogy van Jasmin, az a pizza meg a makaróni? Hát amikor éppen hóekébe megyünk, akkor úgy néz ki, mint egy pizza, és amikor éppen ilyen, hogyha így egymás mellett van a sílét, hogyha gyorsan megyünk, akkor olyan, mintha makaróni. Én vagyok a legfiatalabb itt a snowboardosok között. Mióta snowboardozol? Nem tudom. Egész pici korod óta? Nem, úgyha... 4-5 éves korom óta. Melyik tetszik jobban, a bordozás vagy a síelés? Mindkettő tetszik. Hogy most bordozásra adtad a fejed? Hát, gondoltam, hogy síelni is nehéz bordozni, és akkor legalább csak az egyiket csináljam, és ezért bordozom. És hogy megy? Hát, megyeget. Na, de már gondolom, hogy jobban, mint tegnap. Jobban, jobban. És jobban is fáj. Na, gyertek, bordosok! Hát én a családommal sokszor járok a Tátrába síelni, úgyhogy az már nagyon megy. Meguntad a síelést? Hát úgy gondoltam, hogy ezt is ki kell próbálni, úgyhogy most felvettem a snowboardot és csinálom. Yeah! Esztike, milyen volt ez az első csúszás? Nagyon jó. Nem estél le? Nem. És első nap? Sokat estél? Hát estem sokat, de másodiknap filmátlanul lementem. Mandi, látom, van egy új tanítványod, ez hogy lehet? Igen. Hát most döntött el, hogy akar snowboardozni. Szerdára? Igen.
Hogy megy nagyon neki? Ügyesen, nagyon ügyes, jól megy neki. Ki akartam próbálni. Bandi mutatta, hogy a fa levélbe kell menni? Nem? Bandi, magyarázd majd, hogy mi az a fa levél csúszás. Mutasd meg, tanultuk. Ketten jöttünk el a családból, a fiú testvérem, Bandi és én. Egy csoportban vagytok Bandival? Nem. De miért nem? Hát mert ő már jobban siel, mint én, ő a profiknál van, én pedig a haladóknál. De azért nem sokára te is profi leszel, nem, ha így haladsz? Hát, hogyha jobban megtanulod, akkor így. Na mit szólsz, milyen időjárást intéztünk nektek? Nagyon jó az idő, szépen süt a nap, remélem nem lesz hóvihár. Miért lenne? Hát nem tudom. Mondjatok már nekem valamit, Léna, mit szólsz ez a romantikus időjáráshoz? Olyan szép, hogy mindjárt elfúj. Miért nem mentünk bordozni? Bordozni? Akartál volna taposni? Persze. Kedvenc téli sportom, és ma azért nem bordozunk, mert hóvihar van. És hogyha mennénk a Tátrába, mert most is ott vagyunk, persze. Igen. De hogyha mennénk a Lomnyici csúcsra, akkor ott délig felmennénk, és egy csúszás lenne a vége. Kisebb hóvihar van jelenleg, kialakulóban. Meglátjuk, hogy fönn milyen lesz az időjárás. És ezért nincs síelés ma? Igen, ezért nincsen síelés, mert hogy nagyon fúj a szél. Egyébként hogy érzed magad itt sítan folyamon? Nagyon jól megy, szerencsére. Este már nagyokat, de még szerencsére komolyabb sérülés, meg nem. Volt egy, az úriember nekem kérdezni, vele történt. Egy kisebb sérülés a karján. Meséld el, mi történt. Hát jeges volt a pálya, kicsit és segre ültem, és hogy csuklón benne maga alatt, és kicsit meghúzódott. De most akkor jól esik, hogy nem sielsz, hanem... Nem, én szeretném sielni. Szeretnél? Nem. Még holnap lesz rá a lehetőség. Megyünk a jégtemplomot megnézni. De miért? Miért nem sielünk ma? Mert fúj a szél, és megállították a felvalókat. Ilyen villamossal jöttünk, és hát nagyon szép ez itt, még utána megyünk megnézni a többit is. Milyen élményeid vannak a mai napon? Hát nagyon hideg van, de most nézzük ezt a jégtemplomot, ami nagyon szép, csak meg kell tanulni szlovákul, mert csak szlovákul vannak kiírva. Csak szlovákul tudod megnézni? Igen. Ja, csak szlovákul van kiírva? Igen. Dávid, meséld el, milyen királynak lenni. Nagyon jó, szokásos érzés, szuper. Tényleg? Otthon is kis király vagy? Persze. Otthon nem ilyen hidegbe jussz, ugye? Nem, be vagyunk frissve. Balázs, meséld már nekem, mi történik itt. Éppen bowlingozás folyik itt ebbe a terembe. De miért bowlingozunk, a sítan folyamon vagyunk? Azért, mert a harmadik nap van. Általában szerdán szoktak lenni a balesetek. Aztán szerdán mentünk még a Mekébe, és utána meg még lehetett választani programot. Milyen volt a bowling tegnap? Hát bowlingoztunk, és nagyon jó volt, mert nyertünk a csapattal. Sikerült olyat is gurítanod, hogy mindet leverted? Egy vagy kettő maradt. Síelésen kívül milyen programok voltak itt? Voltunk ugye úszni az iszodába, meg wellnessezni. Nagyon jó volt, ott jó, itt tudtunk kapcsolódni, meg jó meleg víz volt, kicsit fel tudtunk melegedni. Ezen kívül ugye voltak a közösségi programok esténként. Tegnap eléggé ilyen esős és szeles volt az idő, ezért elmentünk Rebjánokra rossz idő miatt, és voltunk cukrászdában, ahol nagyon jó sütiket ettünk. Én tudom, hogy te voltál már itt annak idején. Milyen élményeid vannak a régi sítáborokból? Hát régen kevésbé voltunk csendben, mint most. 15-20-an voltunk a kis szobákban este. Nagy bulik voltak.
idén is egy népes csapattal veszünk részt a sítáborba. Örülünk, hogy velünk vannak ismételten a Kolpunk Katolikus Iskola diákjai. Összességében mindegy 60 diák és 10 felnőtt képzi a csapatot. Gyönyörű idő van, hála Istennek. Tegnap egy kicsit meg kellett állni a szél miatt, de a hétfői nap és a pénteki zárónap az úgy néz ki, hogy napos lesz. A Kolpunk Iskolából jöttünk, és 20 diákot hoztunk ide a sarkás sítáborba, és nagyon jól érezzük magunkat, nagyon ügyesek a gyerekek, mi is fejlődünk, ők is, a kezdők már nagyon jól síelnek, nagyon sokat nevetünk, és nagyon jó itt lenni, úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt lehetünk veletek. Jöttek jövőre is? Hát szeretnénk, úgyhogy már többen mondták a buszon is, hogy lehet-e már a helyeket foglalni, úgyhogy igen. Már lehet. Volt egyszer egy elveszés, volt egyszer egy magántúltolatás be egy gödörbe, kikivel nem vagyok egy csoportba, de szerintem hát egy picikét jobban tudok. Síelni? Igen. Itt jár Jeti, azt hiszik a gyerekek, hogy falkat elviszi a barlangjába, és megeszi, lenyel egyben. Most te nem félsz a Jetitől? Nem. Mert? Nem szeretem. Nem szereted? Nem szeretem a Jetikumát. Melyik részen síeltek? Itt szoktunk a starttól lefele síelni és a fekete pályán. Talán a hétfői nap volt a legjobb, mert nem tudom, hát nagyon élveztem. És most megint szép az idő. Igen, csak nagyon meleg lesz és nagyon fel vagyok öltözködve. Melyik dombon szoktál leesni? Én? Hát ami a start után van rögtön, hát ott már spárgáztam, meg minden. De most sikerült lejönnöm normálisan. Jövőre snowboard? Nem, azért még nem állok úgy a síeléssel.